Folytatjuk itt Siófokon az SAP fórumon a digitális átalakulás témakörét, és most Ádám Lászlóval, független beszerzési tanácsadóval fogunk beszélgetni. Ugye korábban az SAP-nál dolgozott beszerzési menedzserként, aztán Németországban, és most ismét Magyarországon független tanácsadóként. Kezdjük utána azzal, hogy mik az aktuális trendek a beszerzés területén, hogyan segíti ezt a digitális technológia? Hát én azt gondolom, az elmúlt időszakban, az elmúlt években jól lehetett látni, hogy a beszerzés egyre jobban digitalizálódik. Talán három elemet említenék meg az utóbbi években, amelyek meghatározzák a trendet a beszerzésen. Elsősorban az üzleti modellek változnak. Míg régebben az volt a tapasztalat, hogy a cégek egymást személyesen keresték meg, és az üzleti lehetőségek így köttettek, ma már ez egyre jobban hálózati formában, digitális formában jelenik meg. Az üzleti lehetőség is. Nem egy alkalommal lehet látni, hogy olyan üzleti hálózatok jönnek létre, amelyek 2-3 millió szállítói vagy vevői kapacitással bírnak. A második trend, amit említenék, az a technológiai fejlődés. Míg az elmúlt években jellemzően on-premise, vagyis a vállalat által kifejlesztett vagy alkalmazott rendszert használtak, ma már ez az úgynevezett cloud vagy felhő megoldások a jellemzőek. A harmadik elem az tulajdonképpen egy folytatódó trend, ami arról szól, hogy a hatékonyságot a beszerzési területen és pénzügyi területen próbálják növelni, ezáltal digitalizálják a beszerzési igényeket, illetve a kifizetéseket, teljesítési igazolásokat, és ezeknek az ügyvitelét segítik ezek a rendszerek. Ugye az előadását itt az SAP fórumon az Ariba jelenség, illetve szoftver használatáról tartotta. Mit kell tudni erről? Ugye ez a világ legnagyobb üzleti kereskedelmi célú hálózata, ez miben segíti a beszerzőknek a munkáját? Hát az Ariba egy nagyon komplex beszerzési rendszer, és ezt már igazából ki is nőtte, tulajdonképpen egy új üzleti modellt képvisel, ahol ugye, ahogy ön is említette, 2-3 millió szállító kapcsolódik egymáshoz, és üzleti partnerként végeznek tranzakciókat, beszerzési tranzakciókat. Lefedi úgy a stratégiai, mint az operatív beszerzést, és felgyorsítja tulajdonképpen ezeket a folyamatokat. Ugye Németországban volt, és látja gondolom a különbséget, hogy a magyar, illetve a német beszerzési gyakorlat között gondolom én vannak különbségek. Ha vannak, akkor melyek ezek? Hát igen, vannak. Azt gondolom, hogy bizonyos szempontból másabb a beszerzés. Egyrészt Magyarországon nagyobb a verseny igény, tehát sokkal nagyobb az a hatás, ami miatt a szállítók, beszállítók próbálják az üzleti lehetőségeket megfogni. Ott egy picit talán könnyebb dolguk van, ha mondhatom ezt. Ennek ellenére nyilván megvan az a pénzügyi és minőségi mutató, ami által ők is a kiválasztásokat végigviszik. Ezáltal mondjuk a beszerzési tárgyalások technikailag másképpen épülnek fel, másképpen készülünk fel ezekre a beszerzésekre, és nagy mértékben digitalizálódik, az látszik nagy lépésekben, úgyhogy fel kell készülni arra, hogy ilyen típusú tendereken vegyünk részt, illetve ilyen tendereket írjunk ki. Ja, megenged annyi személyes említést, hogy korábban ugye az MLBKT-nek a szelekciójában ön az év beszerzési menedzsere volt. Hogyan, mit kell ahhoz tenni, hogy valaki ezt a szintet elérje? Milyen ambíciókat, motivációkat kell kielégíteni? Hát nincsen igazából recept, hogy így mondjam. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy széles látóköre legyen annak a beszerzőnek, nyitott legyen az új dolgokra, az új technológiákra, vagy az új modellekre, az új igényekre, valósan, ami megjelenik a vállalaton belül, ahol ő van, és próbálja azt a minőséget hozni, amit mondjuk elvár a szállítóitól is, ugyanúgy a szervezeten belül is próbálja ezt a szolgáltatást úgymond a szervezetnek biztosítani. És én azt gondolom, hogy ez már nagyon sokban segít, nagyon sokban fog segíteni neki abban, hogy sikeres beszerző legyen, és akár az év beszerzési menedzsere. Ádám Lászlónak köszönöm szépen a választ. Köszönöm szépen a lehetőséget.